2022. december 18-án időközi önkormányzati választások lesznek Pest Erzsébeten a 10. választókörzetben. Én Kartin Krisztina vagyok, diplomás ápolónő. Független jelöltként indulok a Magyar Szolidaritás Mozgalom támogatásával. Közel 30 évet dolgoztam az egészségügyben, és az ott eltöltött 30 évem alatt megtanultam, hogy mennyire fontos a prevenció. Hogyha a betegség már kialakult, akkor mennyire fontos az, hogy gyors és pontos diagnózist kapjunk. Ezek életet is menthetnek. A szolidaritás nélkül kivitelezhetetlenek. Szolidaritanunk kell a családunkkal, az emberekkel, a kerületben lakókkal, ahhoz, hogy jólétben, egészségben, jó környezetben, biztonságban élhessünk. Ehhez kérem az önök segítségét. Önkormányzatba kerülésemkor ez lesz az egyik elsődleges feladatom, mint látjátok ott is. Balesetveszélyesek, járhatatlanok, akár kerekesszékkel közlekedők, akár idősek, de még egészséges emberek számára is. Ezek a buckák, ezek a járdák, és legfőképpen, hogy nincsenek zebrák, amik a biztonsági átkelést segítenék. Székely Sándor vagyok, a Magyar Szolidaritás Mozgalomnak az elnöke, és 2022. december 18-án időközi önkormányzati választások lesznek Pest Erzsébeten a 10-es választókörzetben, és mi ebben a körzetben Kartnik Krisztinát támogatjuk, aki több évtizeden keresztül végezte lelkiismeretesen munkáját a magyar egészségügyben, és most ezt a tapasztalatot, ezt a lelkesedést, ezt a segítést akarja az önkormányzatban folytatni tovább. Kérem, szavazzanak rá!